Kihelyezett zajbizottság albizottsági ülést tartottak Radványi Gábor vezetésével a Kőbánya-Kertvárosi Általános Iskolában. A nyilvános egyeztetés előtt Agot Zsolt, aki nem csupán kőbányai képviselő, hanem helybéli lakosként elszenvedője is a kialakult helyzetnek, saját személyes tapasztalatait is elmondva összegezte a pillanatnyi helyzetet. Ismét lakossági fórumon vagyunk, és itt lesz majd a Zajvédelmi Bizottság is. Ugye ez az egész ügy, ez elég hosszú és elég bonyodalmas. Ahogy mondja, nagyjából 2004 óta vannak igazán komoly problémák. Össze lehet foglalni, hogy mi volt a helyzet 2004-ben, és azóta mi történt, és jelenleg vajon hol tartunk? 2004-ben megváltoztatták azt a törvényt, amit egyébként 97-ben módosítottak. A kettes leszállópályáról van szó, annak a megépítése 84-ben kezdődött, vagy akkor fejeződött be körülbelül. Ennek a problémája az volt, hogy túl közel építették a pálya véget a lakott területhez. A biztonságos távolság az 5 kilométer lenne, itt másfél kilométer van csak. Ez nem csak a biztonságos távolság, hanem a zajnak is a közelségét jelenti, mert az ott lakók másfél kilométeren belül vannak egy leszállógéphez képest, ami azt jelenti, hogy 300 méteren kellene lenni egy leszállógépnek lakott házhoz, lakóházhoz képest magasságban, itt viszont alig 100-150 méterre vannak. Tehát itt bármilyen légörvény vagy turbulencia, ami természetes jelenség lehet akár síkterületen is, egy 50 méteres esést is okozhat egy gépnél, és hát azt tudjuk, hogy a repülők azért elég nagy mennyiségű levegőt mozgatnak, most minél közelebb van egy házhoz, egy repülő annál nagyobb kárt tud benne okozni. Vannak is sajnos ilyenek, a tetőbontások vannak, rendbehozott tetőt is képes megbontani ilyen közelségből, a zajról nem is beszélve, illetve hát a károsanyag kibocsátás, ami hát nagy mennyiségben zúdul az ott lakókra. Ez Rákoshegyre jellemző. Kőbánya vonatkozásában azt kell tudni, hogy minden gép vagy Kőbánya felől érkezik reptére, vagy Kőbánya felé távozik. Mert máshogy más irányt nem lehet elképzelni, a két futópálya mind a kettő Kőbánya irányába mutat. Tehát akár az egyes futópályáról, akár a kettes futópályáról veszünk, minden Kőbányát mindenképpen érinti. Most itt is még olyan alacsonyan vannak, viszonylag alacsonyan vannak a gépek. Mi már 6 kilométeren túl vagyunk, de itt is 300-350 méteren vannak a gépek, viszont a gépek forgalma az okozza ezt a legnagyobb problémát, hogy nem tudjuk kipihenni magunkat. Tehát a repülési zaj, ez egy nagyon összetett zaj képlet, és ennek legalább egy ilyen a zaj mennyisége, illetve időbeli mennyisége, mondjuk 3 percig halljuk jól, azért az ötszörösét kellene pihenéssel töltenünk, hogy a következő gépet különösebb sok nélkül át tudjuk élni, vagy megéljük. Ne okozzon károsodást, itt 3-4 percenként szállnak fel a gépek. Reggeli időben és a délutáni időben ez jellemző. Itt most egy közintézményben vagyunk, egy iskolában, innen 500 méterre van egy óvoda, van egy idősek klubja, ez a telep 1933-ban épült, és a repülőteret pedig 1950-ben építették az egyes pályával, akkor nevezték ki nemzetközi repülőtérnek. Tehát ha valaki azt mondja, hogy miért építkeztünk ide, és miért köztöztünk ki, én így születtem 56-ben ezen a telepen, itt is lakom most is, családommal, mi hamarabb laktunk már itt, miközben azt mondják, hogy hát nem kellett volna ide költöznünk. A másik nagyon fontos probléma, hogy nem úgy vizsgálják az ember tűrőképességét, ahogy gyakorlatilag kellene mérni. Tehát mondjuk egy neurológus meg tudná állapítani, hogy egy olyan ember, aki nem ebben a körzetben lakik, hogyan reagál repülőgép zajra, illetve azok az emberek, akik itt laknak, és ők hogyan reagálnak ezekre a zajokra. Tehát ezek nem kipihenhető, ilyen módon nem kipihenhető terhelések a lakók számára. És ezt kérnék, hogy valahogy megosszák a forgalmat. 2004 előtt még viszonylag megosztott volt a repülőgép forgalom, több irányba indultak gépek, tehát a felszállás után, amerre a célja mutatta, arra ment a gép. Utána szabályzások voltak, lobby érdekek úgy hozták, hogy összehúzták egy csatornára, és most azon a csatornán szállnak föl a gépek Kőbánya fölött. Nem osztódik meg más kerületek felé. Ez nekünk jó lenne, pihentetőbb lenne, hogy mondjuk egy-két órán keresztül nem Kőbánya felé szállnának le a gépek. Leszálló gépekkel nem tudunk mit kezdeni, mert ott elég hosszan egyenes irányt kell, hogy tartsanak a gépek. Ezekkel nem tudunk mit kezdeni. Ezeknek is a mennyisége sajnos problémát jelent, mert hát ugyanannyi gépnek kell leszállni, ahány föl fog szállni, és ma már 300-350 napi manővernél tartunk, amit még meg fognak közel duplázni,
ha a kargóbázis megépül, akkor a teherjáratok is meg fogják terhelni, meg növelni fogják a forgalmat, illetve még a személyszállítás is bővülni fog, hiszen egy C-terminált is terveznek, ami szintén újabb befogadó kapacitást fog eredményezni, ami újabb forgalmat fog hozni. Ezért is újítják most fel az egyes pályát, az egyes pálya bizonyos gépek fogadására nem volt alkalmas, most azt is alkalmassá teszik, teljesen felújítják a 2,5 kilométer hosszú pályát, tavaly 3 hónapig felújították a 900 métert, most 1400 métert újítanak föl 4 hónapig. Ez azt jelenti, hogy csak a 2-es futópályát lehet használni. A 2-es futópálya egyértelmű itt Kőbánya fejünk fölött, Kertváros, illetve Felsőrákos fölött mozdulnak meg a gépek. Ezen kívül még, hogy még, ha lehet még tetézni a dolgokat, a gépek általában még ezt az előre meghatározott kötelező mozgásirányt sem tartják pontosan. Tehát sokszor úgy tűnik, ha kények kedvük úgy tartja, akkor elfordulnak hamarabb. Tehát a Kozma utcának kéne, hogy elforduljon, de elfordulnak a mi fejünk fölött, sőt volt, ami az Új Akadémia telep fölött elfordultak, ami egy 2 kilométeres különbséget jelent már ezen a távolságon. Ugyanúgy a másik irányba is képesek lennének elfordulni. Sokszor a szélirányra fogják, hogy miért erre szállnak a gépek föl. Az uralkodó szélirányjal szemben kell felszállni bizonyos szél mennyiség vagy sebességig. Igen, nem, de van, amikor gazdasági érdek az, hogy ne kelljen 70 kilométert kerülni egy repülőgépnek, hát megengedik neki, hogy hát most éppen nem szembeszélből, ennyi hátszéllel azért föl tud szállni, csak hogy gazdaságosabban el tudja hagyni a várost. Tehát nagyon sok olyan jogszabály van, ami előírást, ha betartanának, már nekünk kedvezőbb lenne. Ezzel szemben a hatóságok nem végzik el azt a munkát, amit kellene, hiszen bármilyen lakossági fórumon megszólalunk, mindig azt mondják, hogy bizonyítsuk be, hogy ezek így történnek, bizonyítsuk be akkreditált mérnökkel, műszerekkel, hitelesített műszerekkel, igazoljuk az igazunkat, holott nekünk erre nincs kapacitásunk, és nem ez a dolgunk. Ezért van a hatóság, és elég szép számmal dolgoznak a hatóságnál. Ők, nekik mindenféle eszközük megvan arra, hogy ezt ellenőrizzék, az ellenőrzéseknek vonják le a következtetését, bírságoljanak, figyelmeztessék a légitársaságokat, és a többi, és ezeket a pénzeket pedig tessék a lakosság védelmében, vagy az érdekében forgatni vissza. Tehát itt ilyen problémák is vannak. Tehát ezt nem lehet elvárni egy lakótól, hogy akár 600 ezer forintos perköltséget minden egyes alkalommal, amikor őt sérelem éri a repülőtér irányába. A repülőtér egy gigantikus nagy multicég, ezzel szemben mi nem tudunk packázni, tehát a hatóságnak pont az lenne a dolga, hogy a mi érdekénket védjék a multival, a nagy céggel szemben. Sajnos ez nem történik meg. És mit gondolok, hogy milyen módon lehet nyomást gyakorolni a hatóságra, hogyha ezt mondhatom, hogy valami változás legyen, vagy egyáltalán lehet, hogy csúnya kérdés, de látják még értelmét ezeknek a lakossági gyűléseknek? Hiszen úgy tűnik, hogy nem nagyon változik semmi. Sajnos, ez nagyon lassan. Ez egy stratégiailag fontos építmény és cég a repülőtér üzemeltetése, bevétel szempontjából és egyébként is. Az állam most látja, hogy nagyon nagy a lakossági felháborodás, a mérések alapján is lehetett látni és lehetett igazolni azt, hogy itt tényleg komoly problémák vannak. Mai kormány informál megjelent, hogy 2 milliárdot fordítanak ezeknek a zajforrásoknak a felkutatására, a kezelésére és egyebekre. Tehát most már a kormány is látja, hogy ez tarthatatlan ez a helyzet, mert ha normál állapotról beszélünk, is tarthatatlan, de ilyen rendkívül állapot, mint ami most is van 4 hónapig, ez nincs bekalkulálva sehova, tehát az embert itt nem tették bele, hogy az ember mit bír. És itt ezzel van a probléma. Nem beszélve arról, hogy a baleset veszély van. Most legutóbb egy pályadarab került a futópályára, egy betondarab. Na most, ha jól emlékszem, akkor a Concorde balesete is valami hasonlóból adódott, hogy valami idegen tárgy volt a futópályán, Concorde felszállt, és ott egy mezőn egy motel talált el, és annyian haltak meg, ahányan a motelben voltak, illetve a repülőn. Ez Budapesten, illetve az agglomerációt is beleértve, bármelyik irányba száll föl a gép, lakott területet fog eltalálni egy gép. Tehát, hogyha hasonló baleset megtörténik Magyarországon, nincs meg az a kellő biztonsági távolság, ami garantálna azt, hogy ilyen tömegbaleset ne legyen.
Tehát nagyon összetett a dolog, és ezért a kormány is most már kezdi komolyan venni. Országgyűlési képviselőasszony is itt van, tehát direkt azért hívtam meg, hogy ő is tapasztalja, meg lássa, hallgassa az embereknek a véleményét, hogy itt komoly dolgokról van szó. Nem csak azért, hogy engem zavar, és hogy most nem tudok aludni nyitott ablaknál, ennél többről van szó. Az sem megoldás, hogy a házainkat szigeteljük le. Az én házam le van szigetelve, az ablakok ki vannak nyilázárak ki vannak cserélve. De nem szkafanderbe akarok élni a kertvárosban. És egyikünk se. És egy életünk munkája, és szüleink élete munkája van itt ezekben a házakban, mert legtöbbünk saját kezűleg építette a házat. Ezt nem lehet elvárni tőlünk, hogy zárkózzunk be, mert itt egy repülőtér van. A hosszú távú megoldás, hogyha tudnának elénk tárni, és mondjuk a kivásárlást fontolgatná az állam, mi abban benne vagyunk. Tehát megértjük, hogy állami érdek, hiszen most ezt a repülőteret 30-50 éven belül nem lehet elmozdítani. Alternatívákat lehet nyitni, mint ami tervben is van, akár Debrecen, vagy a Balaton felvidék, vagy Taszár, vagy többi Kiskunlacháza repülőtér újból megnyitása. Ez alternatívát jelente, és elszipkázna a bizonyos forgalmat. De a lényegi problémákat, ez a biztonsági problémát, a zajgátló védővezet kijelölt útvonalát, ezt nem fogja megváltoztatni lényegesen. Tehát 30-50 éven belül nem fog elmozdulni a repülőtér, akkor azt kell az itt lakókat, akiket ez terhel komolyan, őket kell elköltöztetni, ahogy ezt tették Berlinben, ahogy tették Münchenben, ahogy tették nagyvárosokban, akár Londonban. Ez természetes dolog, fáj a szíve, tudomásul vennénk, de más módot nem tudunk elképzelni, és az állam is valószínűleg ebben gondolkodik, hogy bizonyos összegeket erre fog majd fordítani. A legjobban terhelt területekről kilakoltatja, hogy kivásárolják az ingatlanokat. De mondjuk mondhatjuk azt, hogy közel 14 év elteltével látszik a vége? Azt nem mondom, hogy látszik a vége, de több megoldás látszik már. Tehát már látom azt, hogy a mostani kormányban szerencsére megvan az akarat, hogy dolgozik azon, hogy keresjük meg közösen a közös érdekeinket, hiszen az államnak ez nagyon jó bevételt jelent, ráadásul nem is vásárolhatja vissza 75 évig a repülőteret. Olyan szerződés köti az államot, ami hát nagyon nagy kártérítési kötelezettséggel járna, hogyha bármit akadályoznánk a repülőtér fejlesztésében. Így aztán kénytelenek a lakókkal egyezkedni valahogyan, és mi benne is vagyunk abban, hogy egyezkedjünk, és az ingatlanaink kivásárlása lenne számunkra a legkedvezőbb. Fáj szívvel elmegyünk innen, és itt nyugodtan bármit lehet építeni.